Jó napot kívánok, Schmidt Kálmánt üdvözlöm, az Aranypiac ügyvezető igazgatóját. Jó napot kívánok! Az elmúlt nagyjából másfél évet, de még a közelmúltat is többé-kevésbé egyértelmű árcsökkenés jellemezte az aranypiacán. Az elemzők többsége már az utóbbi időszak markáns mélypontját és az akár az alatti árszinteket jövendőlt az elkövetkezendőkben. Ehhez képest azonban egy huszáros vágtával ismét 1300 dollár fölé került az árfolyam. Mi áll a 180 fokos fordulat hátterében, és mire lehet számítani a nyári hónapokban? Ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, azt gondolom, hogy szokás szerint ismét érdemes két időtávot megkülönböztetni, a rövid és a hosszú távú kilátásokat. Én azt gondolom, hogy a hosszú távú kilátásokban sok változás egyelőre nincsen. Egyértelműen látszik, hogy a világ lábal ki a gazdasági és pénzügyi világválságból, normalizálódnak a viszonyok, a kamatok ismét emelkedésnek indulnak, a negatív reálkamatok időszaka a múlté, és ezek olyan tényezők, amelyek az elmúlt években, bő évtizedben az arany árfolyamát felfelé hajtották, és ha ezek a tényezők megszűnnek, akkor az arany árfolyama bizony lefelé konyul, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 3-4-5 éves időtávra kitekintve, tehát ugye a mostani évtized végéig további árfolyam csökkéssel, vagy legalábbis oldalazással érdemes számolni az aranypiacán, amit mindenképpen kizárnék, az az, hogy az elkövetkezendő években esetleg új történelmi rekordokat látnánk. Ebbe persze belefér az, hogy ismét elmegy az árfolyam föl 1500 dollárig, de tendenciájában azt gondolom, hogy inkább negatívak, vagy legalábbis semlegesek a kilátások az arany árfolyamát illetően hosszú távon. Rövid távon viszont valóban a múlt héten bekövetkezett egy nagyon érdekes és váratlan fordulat. Az árfolyam miután sokan további esésből indultak ki, új mélypontokat vizionáltak, ehhez képest hirtelen fellángolást láttunk, és egy felpattanást, 3,5%-os emelkedést egy napon belül az árfolyamban, aminek a hátterében egyszerűen egy váratlan esemény állt, mégpedig az véleményem szerint, hogy az iraki polgárháborús helyzet hirtelen elmérgesedett, az Irakban lázadók elfoglaltak nagy területeket az északi országrészben, és a déli irányba nyomulnak előre, ahol az iraki olajtartalékok nagy része található, és amennyiben itt is elfoglalnák az olajlelőhelyeket, akkor ez egy súlyos problémát jelenthetne adott esetben a világ olajellátására, főleg ha belekeverednek ebbe a konfliktusba szomszédos országok, mint Szíria vagy Irán, és esetleg az Egyesült Államoknak is újra be kellene avatkozni. Tehát itt vezethetne egy olajár robbanáshoz adott esetben, és a mostani 110 dolláros olajár szintek akár meg is duplázódhatnának, és ez bizony súlyos probléma lenne akkor a világgazdaság számára. És ez a váratlan fordulat okozta véleményem szerint legfőképpen az aranyár rövid távú felívelését. Hogy ez most folytatódik-e rövid távon ez az emelkedése, vagy visszatesztelünk 1300 dollárig egy picit az alá, és onnét emelkedünk tovább, avagy megnyugodnak a kedélyek Irakban, és ismét akkor a csökkenő tendencia érvényesül vissza 1200 dollár irányában. Ezt ebben a pillanatban azt gondolom nagyon nehéz előre jelezni. Rövid távon minden irány ebben a pillanatban nyitott, ez a váratlan fordulat minden korábbi forgatókönyvet felrúgott, és én azt gondolom legjobb ebben a pillanatban semlegesen kivárni, hogy hogyan alakul az iraki helyzet, és aztán talán egyértelműbben körvonalazódik a közeli jövő kép az aranypiacán. Rövid távon nagyon érdekes események elé nézünk, hiszen a múlt heti 50 dolláros emelkedés ezt jelzi. Köszönöm a beszélgetést, Schmidt Kálmánt hallottuk, az aranypiac ügyvezető igazgatóját. Viszont hallásra! Köszönöm én is, viszont hallásra!